Tízes kellene, mennyire izgulsz? 8. Ó, hát ez tök jó. Én 10. Hát ez a legújabb meglepi Inspibox unboxing. Sziasztok! Amióta megújult a meglepi Inspibox, és unboxingolunk negyed évente, azóta is ugyanolyan izgalmas minden egyes unboxing, sőt, még egy picit izgalmasabb. Köszöntelek titeket az új unboxingban, illetve Zsófit itt nálam. Milyen volt így élőben látni az élménystúdiót, egyáltalán itt a forgatási helyszín? Nagyon jó volt, én még nem jártam itt. És mennyiben más, mint amikor felvételről nézed? Hát nem nagyon sokkal. Na, hát akkor nagyon jól bemutatják a videók. Az unboxing most ugye az őszi vissza a suliba dobozt fogja leleplezni, és egy új, különleges formát találtunk ki Zsófival, méghozzá, hogy nem fogja látni. Itt van egy doboz, ami elrejti a szem elől, és mindig tippelnie kell, hogy milyen következő tárgya mi a dobozban található, úgyhogy egy izgalmas unboxingra számíthattok. Tele-tele kincsekkel ez a visszasuliba doboz, illetve őszi alkotásokat is lehet belőle készíteni, úgyhogy én már alig várom, hogy megmutassuk nektek. Várod? Igen, nagyon. Na és ez hány egy tízes kellen? Ez 10 per 10. 10 per 10, akkor kezdhetünk is. Arra kérek, hogy ne kukucskálj, mennyire jó lehet. És itt be is dughatod a kezedet, és akkor el is kezdődhet az első. Nyugodtan, hogyha érzel valamit, akkor emeld föl, forgasd meg, ez és akkor tippelned kéne. Textil. Textil fields. Zseniális vagy, Zsófi. Tudtad, hogy amit eltalálsz, ezt el is viheted? Nem. Úgyhogy így találgass. Így van, így van, így van. Az extra kiadásba ad nekem, kérlek, mert akkor meg is mutatom a nézőknek. Ugye mindig, most már tudjátok, hogy a meglepi Inspiboxnak van egy sima kiadása, meg egy extra kiadása, és az extra kiadásban található ez a neon színű textilfilc, ami fekete textilre is fog, úgyhogy ezt ebben találtok meg, ez egyébként random színekben található a dobozban. Ez egy hátizsák. Vagy egy... Szerintem motivál az téged, hogy hazaviheted, amit kitalálsz. Mert hogy egy hátizsák, igen, egy ilyen tornazsák hátizsák. Természetesen az ekorfilcet, vagy ezt a neonfilcet, ezt erre találtuk ki. Illetve ugye simán összehúzhatod és a hátadon hordhatod, ugye ez szerintem egy iskola időben ez nagyon jól használható, illetve hát a vissza a suliba dobozban itt a helye, és még nem is volt ilyen benne, úgyhogy ez egy ilyen nagyon. És aki az előrendelési akció alatt rendeli meg a dobozt, azaz július 24-ig, most egy hét előrendelés lesz, annak személyre szólóan alá is írom a nevét, úgyhogy egyébként a telemedet is szívesen felírom. Jó. Na, hát akkor fel is írom rá. Választ az, mert ide készítettem egy másik random színt, hogy kékkel vagy narancssárgával szeretnéd. Narancssárgával. Akkor már is kinyitom. Az nagyon fontos technikai információ, hogy mielőtt elkezditek használni a tollat, mindenképpen alaposan rázzátok föl, mert csak akkor keveredik össze ez a neon szín, és akkor lesz nagyon jó intenzív a színhatása, úgyhogy rázzátok föl, és utána nyomjátok le ezt a kis filchegyet, és akkor lehet írni vele. Rázod. Hát a nehéz munkát kiadom már. Ilyenkor látod, lenyomod, már jön is. Igen. És akkor el fogom írni a nevedet. Mekkorába szeretnéd? Hát úgy a közepén. Így körülbelül? Így? Igen, így? Úgy jó lesz. Oké. Okay. Érdemes betenni a kettő közé egy papírt. Ez így tetszik? Igen, köszönöm. Na, hát örülök nagyon-nagyon szívesen. Folytathatod is tovább a lelgatást. Mi jó, hogy kitaláltad, hogy ez egy tornazsák, igaz? Ez egy táska. Ez szerintem egy aláírólap lehet. Aláírólap. Van olyan benne, úgyhogy nézzük meg. Ez egy magazin, praktika magazin. Igen, igen, igen. Hát mindent tudsz, mindent szeretnél hazavinni. Szóval a praktika magazint az előrendelési akcióban csomagoljuk most kizárólag a dobozhoz, úgyhogy ezért is érdemes ebben az egy hétben megrendelni majd annak, aki szeretné természetesen, akit meggyőz a tartalma. Ez most a papír is. Ez most a rendes, igen, hogy itt most ki kell bontani. Végre eljött maga az unboxing, ugye ezek az extra dolgok voltak, és most nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Hú, nagyon izgalmas dolgok vannak benne. Na, tapogass, hogy ez egy viszonylag nagy dolog, ugye?
Ilyen nagy még nem is nagyon volt szerintem meglepi inspi boxban. Fiókféle, fiókba rakható, fiókba is rakható. Ez vagy tároló, kis részek vannak, ez már nagyon-nagyon langyos, sőt már meleg, egész ez meleg. Ez valami kocka alakú. Igen, még egy picit tapogass tovább szerintem. Ez valami, itt háromszög van, rakd össze. Házikó alakú tároló. Na hát! Megvan! Ezt ne húzd ki azon a kis lyukon szerintem. Megmutatom. Nagyon-nagyon jól kitaláltad, ez egy házi karrakú tároló. Berakhatjátok fiókba is rendszerezni, vagy az asztalon is nagyon jól mutat, és természetesen ki kell festeni, úgyhogy majd még ehhez jönnek dolgok. Úgyhogy ez a milyen kis különlegessége most egy kis festhető fatárgya az Inspiroxban. Ez a készlet, mert hallom a hangját. Zseniális vagy! Aztán, hát minden tudsz. Tényleg nem látta az Inspiroxot, de hát olyan, mintha láttad volna. Szóval ez egy nagyon nagy újdonság, most gyártották le nekünk saját egyedi tervezésben, és már is mutatom, hogy mi van ebben a tolltartós ceruzakészletben. Ugye eleve benne van egy színezhető papír, úgyhogy mindenkinek kötelező kiszínezni a saját ízlésvilágában, és olyan színű lesz nyilván a tolltartó, ami erre kiszínezi. Természetesen a papír cserélhető, tehát akár saját alkotással is dekorálhatjátok a tolltartót a későbbiekben. Na, és akkor ha levesszük a tetejét ennek a kis műanyagtárolónak, akkor meg is nézzük, hogy mi van benne, hogy ezt is úgy válogattuk össze, hogy nagyon klassz legyen suli kezdéshez. Na, mutattam, ami a legeslegvadi újabb, ilyen még sose volt. Neon színű szöveg kiemelők, és ráadásul saját márkások kis csorban itt a felirat. Vigyorog mindegyiken. Kipróbálod akár ezen a kis aláírólapon, hogy mennyire érénken fognak. Ezen kívül van benne 6 színes ceruza, nagyon erősen pigmentált színes ceruzák, úgyhogy baromi jól lehet velük színezni, egy kicsit ilyen zsíros is, hogy még ilyen telítettebb színeket tudjatok használni, illetve van ugyanabban a 6 színben, amiben a ceruza, filctól, úgyhogy ezek sima filctolak, nem ecset filcek, sima filctolak, pont ezeket az alapszíneket tettük bele, hogy nagyon jól lehessen kombinálni együtt. Na hát akkor én vissza is csomagolom közben, és te meg vedd gorcső alá következőt. Ez valamilyen ragasztó. Ez még egyelőre itt marad. Ez valami akrilfesték. Még mindig itt marad. Ennél nagyon nehéz dolgod van, mert ilyen még nem volt benne az Inspiroxban, szintén egy olyan dolog. Úgyhogy ennyit segítek, se nem akrilfesték, se nem 3D-tól, se nem ragasztó, ez nehéz lesz. Na jó, hát akkor hát van egy dolog, amit nem találták itt, tehát hiszem, hogy mert eddig minden olyan zseniális volt, szóval táblakréta festék van ebben a kis festékes dobozban, úgyhogy azt lehet használni, hogyha ezzel bárhol festetek, akkor utána megszárad, inkább 2 vagy 3 réteget kell fölvinni, akkor bátran lehet rá krétával írni. Én arra gondoltam, hogy akár ennek a kis házikónak is a belső részeinél, egyes részeinél ki lehet festeni krétatábla festékkel, és akkor oda is tudtok feliratot tenni, de természetesen máshol is tudjátok ezt használni, hát ilyen még nem volt az Inspiroxban, úgyhogy nagyon nehéz dolgod volt. Na, menjünk tovább! Ecset? Igen, ecset. Van benne egy lapos ecset, olyasmi, mint az előző meglepi Inspiroxban is volt, mert ez szerintem nagyon jól használható, nem hullatja a szőrét, úgyhogy én mondtam, hogy ehhez a minőséghez ragaszkodom. Ez baromi jó kis szintetikus szőrű ecset. Ez kréta. Igen, ugye ezzel tudtok majd a kréta tábla festékkel lefestett felületre írni. Egyébként akár még füzetnek egyes részleteit is be lehet festeni. Ez érzem a hegyét. Igen, na jó, még tapogassál, hogy valamit érzel-e rajta. Valami fa. Valami fa ceruza, ez nagyon jó. Nem. Már én is megnézem. Jönnek a könyve innen is. Hát ez tényleg nem tapintható ki, minden esetre akkor ezt én elfogadom, szóval most már van egy ilyen kis logós ceruza is, úgyhogy ez is egy újdonság. Nagyon jó. Igen, nekem is nagyon tetszik. Na, mehetünk tovább. Húha, ez a nagy dolog. Ez
az, ami füzet. Aha, igen, eltaláltad. Várjál, itt ad nekem. Van benne egy füzet, majd ennek később jelentősége lesz. Mehetünk tovább. Ez is egy füzet. Még egy füzet, igen. A kockás füzet mindig mindenkinek jó, úgyhogy azért gondoltam, bárhányadikosok vagytok, ez biztosan jól használható. Ez valami boríték. Az a helyzet, hogy ezt nagyon kitalálni nem tudod, majd mutatom a kamerának, mert hogy ez be van ragasztva, ugyanis egy kis meglepi is van a dobozban, amit ha felmentek a webshopra, a csorbenta.hu oldalra, akkor meg tudtok lesni, de most ezt nem fogjuk unboxingolni, hanem ez egy kis meglepetés marad. Ez mindenképpen a tiéd, mert hát ezt nem lehetett kitalálni. Ez az a ez ilyen kis színezhető. Mm-hmm. Igen, na nézd csak meg, ezt akarom megnézni, most ez ilyen fehérben van, mert hogy ez füzetborítónak elkészíthetett, kifejezetten akkor a méretben vágottuk le, hogy ezeket a füzeteket ki tudjátok vele dekorálni, vagy se tudjátok vele borítani. Nagyon fontos, hogy színezzétek is ki az egészet, vagy festékkel, vagy ezekkel a filcekkel, színeszeruzákkal, és utána tudjátok ezt füzetborítónak használni. Ez egy dekorgumi. Aha, igen. Ebből éltek magam. Többet. Na nézzük. Találd ki a színét. Találd ki a színét. Szóval nem kell kitalálni a színét. Azért van benne narancsárga meg zöld, hogy őszi dekorációt is lehessen akár belőle készíteni. Úgyhogy ebből nagyon szép kis tököket lehet faragni, akár egy ilyen kis füzért is lehet belőle készíteni, ebből több méret, többféle kijön. Na nézzük, mi a következő. Ez gondolom valami matricák, vagy levonók. Na, ezen még gondolkozz, dolgozzunk rajta. Hát valami papírok. Papír, az nagyon jó, az már jó. Mi lehet, ami ilyen ekkor? Valami rajz rajta. Mintás, igen. Ezek kis origami papírlapok. És ezekből vagy lehet hajtogatni valami kisebb dobozokat, vagy én például arra gondoltam, hogy amikor kitaláltuk a dobozt, azt arra gondoltunk, hogy akár ezt is a polcokat lehet, hogy felragasztjátok, akár beragasztjátok ebben kidekorálni, tehát színesíteni lehet a dobozt ezzel, de hajtogatni is lehet belőle, vagy valamilyen kis extra mintákat, ugye mind a két oldala mintás, úgyhogy több mindent ki lehet találni, várja, még ebből van. Ez is olyan... Henger. Szóval ebből a kis borítóból, füzetborítóból van két darab fehér. Lehet tovább. Ezek origami lapok? Igen, ezeket most már végképp tök jól kitaláltad, van belőle. Ez valami kép lehet. Na, ez egy vastagabb papír. Na, mi volt még a tavalyi is füboxon, még nem, ezt még nem mondtad pont. Vízfesték. Ez nem az valószínűleg. Nem mondtam semmit. Hát akkor ez órarend. Igen, egy órarend. Ez egy új féle, igazából ez ilyen körbeforgatható, akár ki, körbe is lehet vágni, de akár így lehet hagyni félbehajtva használni. Igen, így is jó. Illetve azt találtam ki, de azt mondja, hogy lehet, hogy egy videóban fogom megmutatni, hogyha itt kivágunk egy fölötte lévő lapból, tehát kivágunk egy plusz lapból egy kört és egy kis lyukat, akkor mindig ugye rá lehet forgatni az aznapi feladatokra, és akkor úgy mindig csak azt látjuk, és a többi tantárgyat nem. Ja igen, ezeket a pöttyöket azért rajzoltam ide, hogy ezekbe akár emojikat is rajzolhatok, vagy színes pöttyöket, kinek mi tetszik. Nagyon segítek. Ezek is hengerek. Igen, csak hogy fekete alapon fehér mintával. Úgyhogy ez egy teljesen új papírlap, amit nemrég gyártattunk, hogy ilyet még nem láthattatok. Ez gondolom vízfesték. Igen. Ez az utolsó elemünk az Inspiboxban, egy vízfesték. Ugyanolyan, mint a tavaly, én ezt imádom, ezzel rengeteg mindent lehet készíteni, csak egy kis új fedlapot kapott, hát egy év alatt biztos, hogy mindenki elhasználta, hogy már nagyon kevés szín maradt benne, vagyis remélem, mert hogy ez azt jelenti, hogy sokat alkottatok, festettetek. Na, neked melyik a kedvenced, Zsófi? Nekem a kedvencem az a meglepetés. De jó akkor, hogy bekerült egy ilyen is. Meg ez a ház. A ház? Igen. Ezt el tudod képzelni az íróasztalodban, vagy a fiókodban? Az irodámra lesz. Igen? Na, hát akkor remélem, hogy majd ezt fogja, ott fogja díszíteni, és hát feltétlenül küld el a fényképet, hogyha kidekoráltad, hogy néz ki, hogy mutat majd az íróasztalodon.
Hát ez volt az unboxing, és remélem, hogy tetszett nektek is, meg ha tetszik a Sulibox, vissza a Sulibox, illetve őszi meglepénysbox tartalma, akkor érdemes fellátogatni a boltba, hiszen egy hétig most még előrendelhetitek, utána pedig már postára is adjuk, és az előrendelés mellett egy csomó kis extra van, úgyhogy érdemes még időben beszerezni. Limitált a mennyiség, összesen egy fix darab számunk van, úgyhogy ez el is fog fogyni, hogyha szeretnétek, akkor érdemes minél hamarabb lecsapni rá. Remélem, hogy tetszett. Hogy érezted itt magadat? Én nagyon jól, köszönöm a meghívást. Melyik volt a kedvenc részeted a legelején, amikor még semmit, hát vagy igen, közben? Igen, ahogy kinyitottam igen. A dobozt, és még nem láttál? Hát igen, igen, az, ez egy nagyon izgalmas dolog. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Jó, és én mit látok valami? Ezt fogassok szeretettel. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Zsófi. Nagyon kedves, az egy gyönyörű ez a papírzsák. Ezt szabadalmaztatni kéne, ilyet kéne gyártatni, de tényleg a kis papírokból. És van benne egy kirakó, ugye a világ legnagyobb alkotása, ez gyönyörű lett ilyen zentengör motívumokkal. Igen, ezt egyik videódból szedtem. Hú, nagyon-nagyon szuper. Na nézzük még, mi van benne. Van benne egy gyönyörű kis virág. Nagyon-nagyon szép. Ez az inspiboxból. Ó, oh, ez a nyári inspiboxból van? Nem, ez a tavaszi. Tavasziból, tavaszi. Ja igen, tényleg a tavasziból. Egy logó! Azt a de menő, hát ezt kirakjuk valahova az élménystúdióba. Hát ez valami gyönyörű lett. Nagyon-nagyon ügyes vagy. És még láttam benne egy rajzot. Ez is nagyon szép lett. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt voltál. Hát akkor nincs más, mint az elköszönés. Sziasztok, szép kreatív napot! Sziasztok! Napot.